Nyuszi ugrás, pókjárás, babzsákkal egyensúlyozás és számtalan ügyességi labdajáték. Az Új Buda sportjáért Nonprofit Kft. Csapata által megálmodott, és mára már hagyománnyá vált téli óvi olimpiára. December 8-án került sor a Gabányi László sportcsarnokban. Az eseményt Molnár László alpolgármester nyitotta meg. Az óvi olimpiának minden évben adunk valamilyen típusú tematikát. Volt már szó az egészségről, volt szó az együttlétről, az együtt töltött időről. Az idei évnek azt a tematikát adnám, hogy a sport mint örömforrás, hiszen nagyon fontos, hogy a gyerekek újra és újra megéljék, hogy sportolni öröm, sportolni jó dolog, és ez épüljön be a mindennapjaikba, és ezt az örömforrást, ezt felnőtt korukban is ugyanúgy keressék. Minden évben 14 kerületi óvodából érkeznek 10 fős csapatok a rendezvényre. A csöpségek óvónőik segítségével már jó előre igyekeznek felkészülni a játékos feladatokra. Mindennapos testnevelések során szoktunk ilyeneket játszani, meg a nagy torna keretében, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek ezeket a versenyeket, imádnak versengeni. És a győzelemért bármire képesek. Egy kis biztatás az azért szükséges. Milyen volt a hangulat a mai nap? Hát nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon köszönjük a szervezést, mert nagyon hangulatos, és nagyon jó versenyfeladatok voltak, és azt hiszem mindenki örömmel és jókedvel megy haza, mert egy nagyon szép délelőttünk volt. A vidám hangulatú sorversenyt egy önfelett, közös örömtánc zárta. Majd az ajándék Mikulás csomagokat bontogatták csillogó szemmel a gyerekek. Van benne egy Mikulás. Mikulás labda? 4 darab, 5 darab zsékrét. Minden csoport megkapta a nagy sportböngésző képeskönyvet, aminek segítségével megismerkedhetnek a népszerű és kevésre ismert sportágakkal, és a hozzájuk szükséges eszközökkel, pályákkal, játékszabályokkal.